Hát most mondanám, hogy találjátok ki, hogy mi ez, de a legtöbben már tudjátok. Hát, azt kell mondjam, hogy szerintem ekkora doboz még nem volt a csatornán itt így a feltétlenül itt a, így az asztalon. Mert ez azért egy kicsit túlzás és egy kicsit rohadt nehéz. De igen! Ez egy laptop. Ez a nagyon régóta várt Predator 21X. És most megnézzük, hogy milyen. Na, szóval, amint megkaptátok a dobozt, ami nem semmi, mert csak a doboz üresen 11 kg, gyakorlatilag kereke van, és kiúszhatós. Várjál már! Füle! Amivel lehet úszni, oké? Okay. Legyen ennyi elég. Oké, okay. Szóval ezzel lehet gyakorlatilag húzni a cuccot, mert hogy ugye mondtam, van kereke. Eszméletlen durva, strapabíró tatyó. Annyit kell tudni róla, hogy utazáshoz, repüléshez, mindenhez tökéletesen alkalmas és teljes mértékig meg tudja védeni a laptopot. Egy kicsit overkill, de hát most Istenem, rohadt nagy. A dobozról annyit, hogy körben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pánt is lezárja, úgy elég biztonságos. Itt elől, ha esetleg bírót néztek majd róla, akkor láthatjátok, hogy két lakattal le lehet zárni, vagy különleges zárral, és nagyon fura rajta, hogy ez egy official Pelican Case Certified Genuine izé, mert van rajta nyomáskiegyenlítő szelep is, szóval a repülőben is biztosak lehetünk benne, hogy nem esik gondja semminek. Na! Erre most nem tudok rájönni, hogy az hogy csináljam jobban, úgyhogy most így csinálom. Szóval kinyitva a dobozt. Mi van a dobozban? A laptop nincs benne, mert ezt kivettük, különben nem bírnám így emelgetni. Komolyan nem. Papírok. Egy kártya, ami egy sorozatszámos certificate, hiszen ez egy sorozatszámos gépről van szó, hiszen alig néhány darab készül belőle. Megköszönjük szépen, hogy vettünk. Szóval, amit bent találunk a dobozban, és ami hozzájár. Mágnesezett csuklótámasz a mechanikus billentyűzethez. Pici doboz. Szövetfülecske. Kinyílik. Jani, a fókuszt. Köszönöm. Szóval ebben találjátok, ezt már mutattuk egyébként a kint New Yorkban is, hogy a VHD és a Space gombok cserélhetőek rajta. Természetesen a billentyű, a mechanikus billentyű kivevők is túl is jár hozzá. Le tudjuk ezt cserélni egy ilyen kék színűre, vagy a hagyományosra, hogyha az jobban tetszik. Nekünk illetve egy csavarhúzó is van hozzá. Ezen kívül egy nagyon érdekes tápmegoldással rendelkezik a gép. Gondolhatjátok, hogy így hatalmas dögről van szó. Nem egy táp hajtja meg, hanem kettő. Azért a legtöbb ember szerintem ilyet még nem látott, hogy két tápról megy egy laptop. Hogyan oldják ezt meg, hogy kompakt legyen? Szóval, a recept a következő. Fogod a legnagyobb laptop tápot, amit életedben láttál. Remélem ez gyakorlatilag hangsúlyozza a súlyát. Milyen költői? Szóval ez a legotrombább, legnagyobb laptoptáv, amit életemben láttam, és a rohadt nehéz is. De nem bántjuk, szükség van rá. Na, a recept az, hogy ebből fogunk kettőt. Na igen. Szóval kettőt, és hogyan illesszük ezt össze, hogy ez így jó legyen? Ehhez segítséggel hívunk egy hatalmas nagy gumi bracketet, ami ezt az X és Predator jeles témát kapta. Ez egy iszonyatosan strapabíró gumicucc, rohadt vastag, és ez maga is iszonyú nehéz. És nem kell más tenni, mint fogjuk ezeket a tápokat. Gyere be! Fogjuk ezeket a tápokat. És szépen... Nem így ben fordítva. De reagálj már! Most mi van?
nem kell túl csinálni. Szóval kész. Tehát ezzel a brekittel te jó istennek milyen súlya van, miért nem lehet súlyt átadni videóba, ez beszarás. Szóval így lesz egy ilyen gumi brekit az egésszel kapcsolatban, tehát így fogja össze a két tápot, amúgy rendkívül stabilan, oldalról így néz ki, fenőről így néz ki, és így lesz két megadurva tápunk. Hát ez legalább 5 kiló, de most viccen kívül, vagy én nem tudom mennyi. És ebből kijön nekünk ugye két darab tápcsatlakozunk, amit ugye hozzácsatlakoztatunk majd a géphez, és ezekhez természetesen ez a brutál tápmegoldáshoz jár két darab tápkábel. Na most azoknak, akik megkérdeznék, mert biztos vagyok benne, hogy megfogják. Akkor ez most azt jelenti, hogy két konnektort kell hozzá? Igen, azt. És nagyjából ennyi! Szóval, itt a gép. Ez itt a laptop. Nagyon nagy. Gigantikus. De most komolyan. Na most... Általában, amikor egy filmben láttok valakit a laptopnál dolgozni, az nem ez a látvány. Ez a legnagyobb laptop, amit életemben láttam, ezzel nem tudok mit kezdeni. És maga, tehát vizuálisan is egy brutális egy élmény. Már is megmutatom, mert szembe fordítom. Veletek a cuccot. Szóval így néz ki, ahogy látjátok, igen, a kijelző 21.9-es. Egy igen, nagyon nagy, és lent van a billentyűzet. Szóval ez a Conquer New Worlds borító cucc, ezt én nem tudtam még kitalálni, de egyébként rohadt jól néz ki. Azt nem tudom, hogy erre ilyen custom plate-eket lehet-e alapvetően vásárolni. Én azért nem vásárolnék erre custom plate-et, mert itt majd látjátok a közeliken, ez egy limited edition, 300 darab készül ebből a laptopból összesen, és ez a 119-edik. Nem is tudom, hol kezdjem. De komolyan nem. Tehát ez... Haladjunk úgy, ahogy laptopoknál szoktam, mert... Nem lehet máshogy. Most nem tudok mit mondani. Szóval, ahogy végignéztek a laptopon, alapból brutális, igen, ez egy 21 colos kijelzővel rendelkező laptop, egy 21 colos 2560x1080-as felbontású 21.9-es IPS hajlított kijelzővel rendelkezik, amihez még Tobii szenzor is van, itt alul. A Tobii Tracker-t már láttátok, hogy hogy működik egy korábbi videónkban, aki esetleg nem látta, linkeljük majd, hogy melyik az. Tehát Tobii szenzor is jár gyakorlatilag ugye a monitorhoz, a kijelzőhöz. Szóval gyakorlatilag szerintem a méret és a hajlítottság volt, amit még soha senki nem csinált meg egy laptopban. Itt most megkapjuk a 21 colt is, és a hajlított kijelzőt is, mint a gép. Ezen kívül természetesen G-Sync-es is a kijelző, mert hát miért ne? Wow! Ahogy lefelé haladunk, ahogy mondtam, itt van ez a grafika, és ugye a sorozatszámozás, két oldalt, ez a nagyon durva, brutál, predátoros, az egész dizájn ilyen vadállat, predátoros megoldás. Két oldalt látjuk ezeket a burkolatokat, itt ugye hűtés és hangszóró megoldásokat látunk. Itt ez a... Várjátok, mert ez a laptop még megy máshova is tesztes, vigyázni kell rá. Szóval, ez a gyönyörű, átlátszó üvegvigyula itt. Ez amúgy egyébként világít, és ez alatt láthatjuk ugye az egyedi megoldású ventilátorokat, ami az új, gyakorlatilag egy új Acer szabadalomnak is mondható, egy új technológia, amivel még több levegőt tudnak kivonni egy bizonyos helyről. Ez teszi lehetővé igazából azt, hogy ilyen brutális hardware legyen benne, de erre majd később kitérünk. Itt ez alatt a kis háromszög rész alatt van a bekapcsológomb, alatta pedig igen, mechanikus billentyűzetet találunk, már is mutatom, ugye itt látjátok, hogy a Space és a VASD gombok azok tulajdonképpen kékek. Most megmutatom a W gombon, hogy ezt így kivesszük a fekete W gombot, betesszük a biggyeztőbe, bedugjuk, és betesszük. És tulajdonképpen már ki is cseréltük a W-t a kék színűről a feketére, és ezt megtehetjük bármelyikkel. Brown switches Cherry MX mechanikus billentyűzet egyébként, amit a laptop használ. Ezen kívül emellett ugye itt vannak a Predator ugye beállítható, testhez szabható makrógombok, ebből 5 darab van, illetve a P-betűvel válthatunk három különböző makró csoport között, szóval ezt miért nem sok mindenre tudjuk használni. Viszonylag szokatlan helyen, de itt jobb oldalon találjuk a trackpadet, tehát itt nem alul vagy felül találjuk a trackpadet, mint nagyon sok új megoldásnál vagy réginél, hanem oldal találjuk a trackpadet, hiszen nem tudták hova máshova elhelyezni. De érdekes módon ez a trackpad egy mágneses rendszer segítségével kivehető.
Ezt a trackpadet ugye tudjuk használni trackpadként két egérgombbal, viszont bármikor, amikor csak szeretnénk, illetve akkor, amikor egérrel fogjuk használni ezt a gépet, mert azzal fogjuk, Pisti, jó, akkor meg tudjuk fordítani, és akkor numerikus billentyűzet. Mind blown. Eszmét lókos megoldás, nekem nagyon tetszik, és tényleg baromi intuitív, nagyon gyorsan működik, egy mágneses csatlakozóval, menet közben is tökéletesen használható. Itt a trackpadnek a jobb oldalán látjuk ugye az indikátorledeket, itt a HDD működés, stb., hogy töltöttségi szint, stb., ezeket látjuk itt oldalt. Illetve két oldalt, ezt a fémes megoldású hangszóró párt, ami ugye itt a Dolby Audio brandinget is tartalmazza, hiszen ugye Dolby Audio-s laptop, meg igazából minden. A billentyűzet egyébként egy teljes kiosztású mechanikus billentyűzet, az én általam nagyon kedvelt verzió, úgyhogy abszolút nincs is semmilyenféle aggályom ezzel kapcsolatban. Egyedül annyi, hogy ezt jó tudni, érdemes tudni, hogyha esetleg megtetszik nektek ez a gép, bár tudjuk, hogy brutális. UK kiosztású gépek ezek, tehát nem magyar billentyűzetesek, de nem is USA. Tehát ez azt jelenti, hogy a hosszú I gomb az megvan rajta. Tehát tudjuk magyar billentyűzetként használni. Na, haladjunk szépen sorba körbe tovább! Szóval, hogyha ezt az oldalát nézitek, ezen az oldalán Kensington lockot és két USB 3.0-ás csatlakozót találunk, ezen az oldalon további két USB 3.0-ás csatlakozót, szokásos jack és mikrofonkombót, illetve SD kártyát. Tehát a két oldalt ugyanazokat látjuk, amiket egy átlag laptopon szoktunk megtalálni. Hátul pedig, és ez nagyon tetszik nekem, hogy itt hátul vannak a csatlakozók, hiszen nem oldalra lógnak ki belőle a kábelek. Itt HDMI csatlakozót látunk. Kapaszkodjatok bele, két DisplayPort csatlakozót, full DisplayPort csatlakozót. Yes, man! Egy USB-C csatlakozót, ami természetesen Thunderbolt csatlakozó is, magát az Ethernet csatlakozót és a dupla táp bemenetet, amivel ugye hát kétszer adjuk neki a kakajót. Szóval kíváncsiak vagytok rá, és most jönnit megkérem, hogy egy kicsit a stationary-ből próbáljunk meg, egy picit csak Boris meg Jani lefelé ezt az utcát, mert egyszerűen nem nagyon férünk. Tehát srácok, itt ezt gyorsan lepatintottam, hogy ne töltsük ezzel az időt. Itt ennek a Conquer New Worlds-nek és ugye a sorozatszámnak itt ezen az oldalán láttok egy imbusz csavart. Ha ezt kicsavarjátok, akkor ilyen kis műanyag fogak segítségével ki tudjátok pattintani ezt a részt. Kicsit bedöntöm nektek, hogy lássátok a memória és a merev lemez. Tehát itt tudunk hozzáférni tulajdonképpen felülről, itt tudjuk swappolni memóriákat, illetve cserélni benne a merev lemezeket. Szóval ott tudtok hozzáférni, hogyha esetleg bővíteni szeretnétek ezen a gépen, ezen a belső részén. Erről gyorsan még nem beszéltem, ez pedig szintén a design része. Tehát ez a cucc, ez ide előre feltapad, és akkor tulajdonképpen ide tudjuk tenni a csuklunkat. És így tudunk gépelni vele. Így nagyjából halljátok a Brown Switch-nek a hangját, szerintem állati jó egyébként. Ez ugye a stealth-ebb, clicky megoldás, ugye a kéknél egy picit tompább a hangom, kicsit stealth-ebb téma. Na szóval, a két batárnagy tápcsatlakozó. Becsatlakozik hátra. Eképpen. És a zenetek életre kell? Igen. Fogadjunk, hogy most zöld színnel világít. Természetesen ez beállítható. Minden kosztomizálási lehetőséget megkaptok a laptophoz. Jaj, bocsánat, meg én nem látszom. Minden kosztomizálási lehetőséget megkaptok a laptophoz, amit csak kellhet. Tehát a billentyűzetnek itt ugye az RGB megvilágítási módját látjátok most, de majd egy kicsit sötétebben megmutatjuk, illetve be tudjátok állítani rajta a szokásos ripple effektet, wave effektet, minden létező dolgot, amit egy RGB mechanikus billentyűzet alapvetően tud. A touchpad is ugyanazzal a színnel világít, a billentyűzet is ugyanazzal a színnel világít, a ventilátor, a bekapcsoló gomb és a hátsó világítós rész is igazodik az egész megvilágításhoz teljes mértékben. Ez a konkrét rendszer itt egy i7-7820 HK-val rendelkezik, tehát a legújabb kevilék processzoroknak is a felső kategóriájával, amit laptopokba szerelnek. 64 GB DDR4 RAM-mal rendelkezik, illetve GeForce GTX 1080 8 GB-os verzióval rendelkezik kettővel. Eseli. Hát ez van.
próbálja ezt az ember csak úgy kimondani, higgyétek el. Gyakorolja. De még most sem megy. Igen. Szóval, ha valaki arra kíváncsi, hogy mondjuk tegyük fel a jövőben milyen elavulással fog bírni a gép, hát egy darabig azért még eldöcögtett dolgokat. Ezen kívül ebben a gépben van egy 1 terabájtos M.2-es SSD és egy 1 terabájtos merevlemez, de természetesen van lehetőség arra, hogy ezt konfiguráljuk és módosítsuk. Nem is tudom igazából, hogy hogyan tudnánk kitérni a gép többi részére. Nézzük meg a benchmarkokat, nézzük meg, hogy hogyan teljesít. Bár nem tudom minek. Hát szóval nagyjából ezt tudja a 21X-es Predator. Én nem tudom, mit tudnék hozzáfűzni ehhez a géphez. Egyértelműen ez az úgynevezett Enthusiast Grade gyűjtői kiadásról van szó. Tehát ez tényleg az igazi fanatikus, igazi gyűjtő, igazi kalandvágyó, igazi vadállat, igazán sok pénzzel rendelkező emberek számítógépe, de mindenképpen egy nagyon-nagyon érdekes technológia. Szerintem egy nagyon-nagyon érdekes termék. Nagyon tetszik, hogy a gyártó bemert vállalni ekkora állatságot, mint ez a laptop, és ezt teljes mértékű pozitív értelembe értem. Nyilvánvalóan felsorolhatnék pozitívumokat rengeteget, hiszen a kijelző, a megoldások, a hűtésrendszer, a mechanikus billentyűzet, a hardware, a gusztustalan, brutális hardware, mind-mind pozitívum, és negatívumnak természetesen felsorolhatnám azt a hihetetlen sok negatívumot, amit sokan ráhordanak a gépre, hogy nehéz, nem lehet hordozni, na ne viccelj, tényleg? Ezt mind tudjuk, úgyhogy én nem fogok ebbe belekezdeni, inkább azt mondanám, hogy rendkívüli módon értékelem a bátorságot ezzel a termékkel kapcsolatban, és nagyon-nagyon meglepett az, hogy ez a koncepció, amit itt látunk, működik. Azt gondolom, hogy fenntartások nélkül működik. Tehát kaptunk egy olyan számítógépet, ami hordozható formában a legerősebb számítógép gyakorlatilag, ami valaha készült. Megvan hozzá, megvan benne minden, amit egy modernkori gamer valaha álmodott, és az is, amiről nem tudta, hogy van. És ennek ellenére használható. Ez a gép használható. Tudom, hogy nem hiszitek el, de ez a gép használható. Akár ölben, akár az, hogy bedobjátok, nyilván nem abba, hanem egy kicsit kisebb tatyóba, elviszitek valahová, és ott bárhol ki tudtok pattintani egy teljes workstation-t, ez a számítógép működik, és minden tiszteletem előttük. És az, hogy nem ilyennel fog szaladgálni mindenki, az biztos. Az, hogy gyakorlatilag olyan, mintha megpróbálnátok behajtani egy áruház parkolóba egy kamionnal, de ettől függetlenül állat, és az összes létező PC Master részem bizsereg tőle. Ha nektek is tetszett a Predator 21X, nyomjatok egy nagy lájkot, illetve kommentben mondjátok el nektek, milyen véleményetek erről a gépről. Próbáljuk meg ne az árát firtatni, hiszen, még egyszer mondom, ez egy abszolút gyűjtői darab. Csak úgy egyáltalán. Ki tudja, lehet jó pár év múlva sokkal kisebben is megkapjuk ezt. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, iratkozzatok fel erre a csatornára, és legközelebb találkozunk. Szevasztok!